Miért ment gyenge? Gyönyörűen egy keréken átugrik. És ha minden igaz, akkor oldalra fog lepattolni. Szépen megtartotta. Igen, valahogy így kell biciklivel. Sanyikám, szólj, ha útban vagyok. Ja, mész autóra. Nézzétek meg, milyen nyomotéka van a motornak. Simán helyből fel lehet menni, persze egy kis egyensúly kell hozzá. Mint mondtam, 5 sebességes a gép, 1-től 3-ig nagyon szép első keréken lepékez. És a leugrás. Tehát ezekkel a motorokkal 1-től 3-ig sebességi fokozatban simán egy keréken el lehet indulni a nyomaték és az átvételezés miatt. Ugye az ötödik első kerék, ugye az ötödik. Ugye az alapgyakorlat, hogy mondjuk most elrontottam. Megtartottam. Nagyon szép, egy keréken fel, egy keréken le. Na öreg Sanyi, gyere, segíts nekünk. Oda a nézők elé, ülj be nyugodtan. Aztán most már gyűltetek egy páran, kérünk majd önként jelentkezőket. Nem most, majd egy kicsit később, és megpróbálunk egy pár emberen átugrani. Már legalábbis egy pár ember fölött. Kicsit meghúztad a tipőjét, a nem baj, a csizmáját. Amúgy ez a motor 80 kg környékén van, a legkönnyebb triál motor olyan 65-70 kg. Ez a négy ütemű, egy 4-5 kg-val nehezebb, mint a két ütemű társai. Egyből szétette a lábát, nem vacakol. Ez érintő volt. Első kerék. Na hát egy méterről. Na kívánja-e valaki, hogy mindig rajta van a féken, illetve a kuplungon. Természetesen, mint mondtam, változtak a motorok. Megint szépen egy keréken megfogta és le fog ugrani. Ez az. Sanyikám, oldalról megnézzük ezt a feljárót. Csúszós a fű, úgyhogy vigyázz, nehogy visszaes. Egy jó 10-15 centis feljáró. Helyből? Figyeljétek, ha sikerül, akkor egy keréken tartja a tetején. És gyönyörű leugrása már. És nagyon szép volt. Csipek, bocsánat. Nógrád Csipek nincs olyan messze, akit érdekel a triál motorozás, az a vége ennek a versenynek, jöjjön ide, vagy Viktorhoz, vagy itt mellettem Őrshöz, és szerintem még motorkipróbálási lehetőséget is fel tudnak ajánlani. Tehát Nógrád Csipek nincs olyan messze, akit érdekel ez a sport, akár gyerek, akár idősebb, ő nyugodtan keressen meg minket a végén. Na tehát Cita Viktor, ő vezeti a másodosztályú bajnokságot, és mellette pirosban Piti Lati. 1, 2, 3, rajt! Gyorsan megint elmondom, számít a sebesség és számít a lábletétel. Eddig együtt vannak a srácok, nézzük a végén a pallót, erről se szabad lemenni. Ott Lati valamit csinált, látom, egy hiba pontja már van. Visszafelé, gyerünk Lati! Onnan hogy fogja megoldani, de megoldotta, nagyon szép. Lendületben maradt. Op, egy kerék, és nem tette le. Közben itt Viktor szép csöndben meg fogja nyerni a versenyt. És Lati is megérkezett. Na, dobol Sanyi. 1, 2, 3, rajt! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! A két apuka. Piti Lati vezet, de nézzük a pallót, és utána a megfordulást. Lati szépen végigment, Sanyi is. Na, megfordulás. Lábletétel nélkül. Ó-ó! Csúnya volt. Sanyi végigment, egy hiba pont. Gyerünk, ugrass át az egészen. Felment a lépcsőn. És lejött a végén. Gratulálunk a friss házasoknak. Minden elismerése. 3, rajt! Feketébe Dobor Sanyi, a bajnok, mellette Piti Lati, kettei versenyző. Ó,
Napkán így megmentette, de egy hiba pont. Szépen állt a pallón, gyönyörű, nem csúszott le lóra. Lóra, róla. Sanyi közben itt, hoppá! Ez szép volt. Ez olyan freestyle elem volt. Sanyi közben csatornát váltott? Nem. Vigyázz, Vatikán! Most már hibátlanra csináld. Szép a lépcső, megvan. És a vége is megvan. 4 plusz. Nem szólnak. Két vannak. 1, 2, 3, rajt! Ez nagy csata lett már, most tudom. Róna Széki András egy motorrosszal vezet. Nagyon szép, kicsit letorította Lati. Ajj, jön a palló, ajjajjaj, kár volt húzni az időt. Éljen a fair play! Oh! Gyerünk, Latikán! Vigyázz, vigyázz! Első a biztonság. Blam, blam, blam. Na, hogy most én nem tudtam számolni a hibapontokat, az biztos. Andrásnak 2, Pici Laci, akinek a nevét most már elmondom, mert nem tudom. Nagy Laci? Hát ez kicsit vicces, de mindegy. Maradjon Pici Laci, piros-fehérben, gázgázzal, és 1, 2, 3, rajt! A közben visszafordulok. Attila! Úristen, mit csináltak azon a pallón? Ez egy ügyességi motorsport. Mit ittatok? Ó, ez egy nagyon szép kis látványos feljáró volt. Jön Gábor is. De most nem az a verseny, hogy minél lassabban kell végigmenni. Maga délelőtt indult is az első fordulót, csak a teljesen nagyon nagyok. És úgy döntött, hogy nem fogja tovább követni, akkor nem tudjuk bizni. Óriási tapsot kérünk! Ez egy teljes találat volt, csak mi? Ó, szinte!